Na, sziasztok! Itt is lennék a tutoriál sorozatomnak a második részével. A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan szinkeljetek Cinema 4D-ben. Ugye, ahhoz, hogy egy jó kis kameramozgást tudjatok létrehozni, ahhoz egy ilyen circle kamera, ilyen cuccot kell készítenünk, ami annyiból áll, hogy ezt itt lenyitjátok, itt nyomtok egy circle-t, itt van az, hogy kamera, igen, a kamerát belehúzzátok a circle-be, és bekapcsoljátok, és lényegében ezzel készen is vagyunk. Ezzel a zöld cuccal most ne foglalkozzatok, mert ugye ez a másik kamerának a helye, úgymond, úgyhogy ez meg is van mutatva, lényegében. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Ugye gondolom nagyon sokan úgy kezdenétek el ezt az egész szinkelést, hogy itt megnézitek, hogy hol kezdődik maga a zene, és akkor valahol nagyjából oda beraktok egy frame-et, de szerintem sokkal egyszerűbb az, hogyha Sony Vegasban vagy valamilyen vágóprogramban megnézik, hogy hol kezdődik ez az egész zene. Tehát mondjuk itt kezdődik, és itt kiírja nekünk, hogy ez a frame 59, ami azt jelenti, hogy mi a circle-el mondjuk elfordulunk ennyit a nullán, mondjuk valahogy így. Az 59-es frame-re kell ugye berobbannia idézőjelbe a szövegnek, tehát ez azt jelenti, hogy az 59 előtt, tehát kb. Ilyen 5-6 frame-et kell hagyni, ugye ezt nem tudom, hogy elmondtam-e az előző videóban, 54-re lemegyünk, és nem változtatunk mondjuk semmit a circle helyzetén, lenyomjuk, akkor ez így magába fog mozogni. Vagyis hát többnyire magába kéne mozognia, de nyilván csak azután, miután leraktam a másikat, tehát magát a végződést. Mondjuk legyen így, így még fényes a szöveg, és itt magába forog még egy kicsit. Ha úgy látjuk, hogy ez egy kicsit durvára sikeredett, tehát hogy túl hirtelen, akkor még lehet lejjebb húzni a frame számból. Tehát mondjuk így most 52-re átraktam. Igen, ez még mindig nem tökéletes, mert túl hamar jön be. Hát ez így nekünk nagyjából megfelelő. Szerintem még meg is van a fény maga. Tehát az nagyon fontos, hogy nézzétek meg mindenképpen, hogyha kész a Lightroom, és elkezditek a szinkelést, hogy megpróbálom imitálni. Tehát, hogy ne legyen ilyen kis szürke cucc benne, mert hogyha rakunk rá CC-t, akkor nem fog szépen kinézni. Tehát mindenképpen ilyen kicsit fényesebb legyen, tehát állítsátok felfelé. Tehát próbáljátok mindig felfelé állítani. Tehát ha lefelé van, akkor az úgy túl sötét, ha felfelé, akkor meg úgy egész tűretően néz ki. Igen. Ez így megfelelő erre a dropra. És hát nem választottam túl nehéz szinkelésűt, mármint így Cinema 4D-re gondolok, tehát körülbelül 3-at kell, vagy 3 frame-et kell beszinkelnünk. Vagy 4-et, nem tudom. 117, ami azt jelenti, hogy mondjuk ilyen, nem tudom, olyan 112-re megpróbálom berakni. 117 mondjuk mit csináljon? Hát forduljon el így, mondjuk. Ez a legegyszerűbb. Megnézzük, hogy még mindig fényes-e. Igen, most nézzük meg, hogy addig mit alkottunk. És nyilván itt ezek a részek két frame között meg fognak változni, amint lerakod ezt, a következő frame-et. Tehát ha kitörlöm, akkor elvileg... Hát itt is mozog most, mivel már beraktam a frame-et. Tehát ahogy beraksz egy újat, megváltozik az egésznek a mozgása. Tehát azért kell mindig visszanézni, hogy nem-e fordul el túlságosan, vagy épp ez az, hogy túl durván fordul. De ez tökéletesen fordul szerintem. 17, igen. Itt pedig majd a végén egy forgást fogunk elvégezni, tehát ez 175. Igen. Na, már most azt kell tudni, hogy a forgásnál ott egy kicsit nagyobb frame távolságot kell hagyni,
mert mindjárt megmutatom, hogy mi történik, ha elég kicsit hagytok. Tehát mondjuk mi azt szeretnénk, hogy ez így legyen, visszajön az eredeti állapotába mondjuk, de csináljon közben egy ilyen kört is, valamilyen módon. Igen. Hát ez elég hülyén néz ki, legalábbis véleményem szerint, hogyha ez most így bemozog, és 5 frame alatt lezavarja ezt az egész forgást. Én ezt így ki szoktam húzni. Tehát maga a forgás az már így viszonylag megfelel, viszont itt láthatjátok, hogy belemozog. Ezt talán úgy lehetne kiküszöbölni, hogy tehát ennek a frame-nek a végére, ennek a frame-nek pedig az elejére rakunk egy kopit. Még azért valamennyire bele lehet húzni, lehet, hogy nem is kell nekünk ez a kettő, hanem elég az egyik, azért úgy nem mozogjon bele. Igen. Tehát nem muszáj mondjuk kettőt, hanem lehet néha elég egy is. Egy frame-et rakni a kettő drop közé, hogy ugye nem mozogjon úgy teljesen bele a szöveg. Ez itt pont bele is illik, mert itt van egy ilyen kis őrjöngés, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt mondani. És ez itt szerintem tökéletes. És még van egy droppunk. Hát 2.33-nál. Oda meg mondjuk majd csak egy kamera változást fogunk rakni. Tehát mondjuk vegyünk 2.28-at. És így kicsit beljebb hozzuk ezt az egész szöveget. Valahogy így ez tökéletes lesz. És a végén egy lezáró kulcsot rakunk. Akkor nézzük meg, hogy a circle eddig jól mutat-e. Igen. Na hát erre is vigyázni kell, hogy ennyire azért ne forduljon a szöveg. Na hát valahogy így kell megoldani ezt a helyzetet, tehát... valami ilyesmi módon, hogy raktok középre egy frame-et. Minél közelebb próbáljátok meghúzni, tehát próbáljátok inkább a dőlés felé húzni, hogy visszajön a helyére ez a kis cucc. De természetesen lehetne még egy kicsit finomítani, mondjuk, hogyha ide húzok a 201-re, vagy... Igen, de mondjuk a kamerával is tudunk egyengetni rajta. Oké. Tehát amint kész vagyunk a circle-lel, következhet is a kamera. Na már most a kamerát azt általában úgy szoktam, hogy ilyen messziről kezd az egész text. És ugyanúgy szinkelem, mint a circle-t, tehát 5 frame-mel előtte rakok le egy ilyen kis cuccot, és akkor ugyanúgy, mint a kameránál, vagy a circle-nél. Itt eltávolodik. Kicsivel, igen, így eltávolodik. Akkor ezt kikopizzuk, Ctrl-C. Ez mennyi? 62-esen van? Igen, 62-esen van, ez Ctrl-V. Oké. És akkor most jön ugye ez a pörgés, ahol megint csak ráközelítünk. Hoppá, rosszat nyomtam. Hoppá. Na valahogy így lesz szerintem a jó. És hogyha ez megvan, akkor visszanézzük egy párszor az egész fájlunkat, hogy jól szinkeltük-e be, és hogyha nem, akkor kicsit egyengetünk még rajta. Igen, hát ez egy alap szinkelésnek szerintem tökéletesen megfelel.
Én szerintem ebbe a videóba ennyi fért volna bele. A következő részig lerendelem a képeket. Ugye az előzőben már megmutattam, hogy milyen beállításokkal rendeljetek. Jövök akkor a következő részben az After Effects-el. Lájkoljátok a videót, hogyha várjátok a következő részt. Találkozunk majd abban a tutoriálban. Addig is sziasztok!